A szerb bíróság döntése értelmében Andrej Nyot, fehér orosz újságírót és aktivistát ki lehet adni belarusznak, ahol több tucat újságírót tartanak jelenleg is fogva. Nyotot tavaly októberben tartoztatták le Belgrádban az Interpol körözése nyomán, miután a belarusz hatóságok több százezer eurós adócsalással vádolják. Az újságíró tagadja a vádakat és politikai üldöztetés áldozatának tekinti magát. Hét hónap börtön után ez a kis belgrádi lakás szinte a szabadságot jelenti Andrei Nyot számára. A belarusz újságírót és aktivistát tavaly tartóztatták le Szerbiában az Interpol körözése a nyomán állítólagos adócsalás miatt. Nyot biztos benne, hogy politikai nézetei miatt üldözik. Most házi őrizetben van és fáradhatatlanul dolgozik a védelmén. A belarusz rendszer és általában a diktatórikus rendszerek, felismerve, hogy sem az Interpol, sem más országok nem foglalkoznának piszkos ügyekkel, általában bűncselekményt, mégpedig pénzügyi természetűt kreálnak az üldöztetés elfedésére. Sok ilyen ügy van, mint az enyém. Nyót az SOS Báj szervezet egyik alapítója, melyet politikai tevékenysége miatt a belarusz rezsim szélsőséges szervezetnek bélyegzett. Nyot attól tart, hogy kiadatása esetén Belarusban erőszak és kínzás várja. Belarus az egyetlen ország Európában, ahol van halálbüntetés. És a diktatórikus rendszer boldogan alkalmazza is az ilyen szörnyű módszereket, hogy megmutassa, minden belarusnak veszélyben vannak, és a rendszer bármit megtehet velük. Nyot az ügyvédei útján fellebbezés nyújtott be a belgrádi bíróság ítélete ellen, amely elrendelte kiadatását Belarusnak. Az érvelés de szerint de a bíróság de. nem vette figyelembe az ügy politikai hátterét. A felleviteli bírósági határozat meghozatalának nincs határideje, de feltételezzük, hogy egy-két hónapig is eltarthat, mire a döntés megszületik. Ha a felleviteli bíróság megerősíti, hogy a kiadatás feltételei megvannak, André Nyotott már csak az igazságügyi miniszter aláírása választja el a kiadatástól. Miközben Andrei a végleges döntésre vár számtalan támogató üzenetet kapott a világ minden tájáról, többek között Svetlana janovskaja belarusz ellenzéki vezetőtől is. Ugyanakkor azzal a fenyegetéssel is szembe kell néznie, hogyha kiadják, vádat emelhetnek ellene az interjúk miatt, amelyeket a házi őrizetben adott. Ja ha kell, az utolsó cseppére még harcolni fogok, mert egy rendszernek, egy diktatórikus, nagyon kegyetlen és értelmetlen rendszernek nem szabadna embereket megölnie, csak azért, mert másként gondolkodnak. Itt az ideje egy rövid sétának. Andrei nyota házi őrizetben naponta csak egy órára mehet ki. Ez a kis szabadság erősíti a reményt, hogy megnyerheti a csatát a belarusz diktatúra ellen.